Önök az Emplén Televízió legfontosabb híreinek összefoglalóját látják. Jó estét kívánok! Szociális városrehabilitáció. Utak, önkormányzati bérlakások újultak meg egy pályázat segítségével Sátoraljaújhelyen. 20 millió forint segélyezésre. 2015-ben ekkora összeggel tervez Sárospatak. Zsidó imaház. Az utolsó pillanatban mentik meg a belvárosi zsidó épületet. Lezárásához közeledik a Szociális Város Rehabilitáció második üteme Sátoraljaújhelyen. A program keretében megújultak a Viola utcai bérlakások, új burkolatot kapott a Kerek utca, fedett lelátó épült a Pázsit úti sportpályán. A fejlesztésre a város megközelítőleg 400 millió forint támogatást nyert az új Széchenyi program keretében. Gyakorlatilag már befejeződtek a Szociális Város Rehabilitációs Program második ütemének munkálatai Sátoraljaújhelyen. A kivitelező már az utolsó simításokat végzi a garanciális bejárás keretében. A fejlesztésre az önkormányzat megközelítőleg 400 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert 100%-os pályázati intenzitással az új Széchenyi terv keretéből. A Kerek utcának a szilárd burkolata történő elállása, illetve megújítása és komplet csapadékvíz és víz, szennyvízrendszer felújítása megtörtént. Ugye a sportpálya kapott egy fedett lelátót, aminek egy része ülőkékkel szerelt és fedés van fölötte, a többi része pedig csak ülőkékkel van szerelve, úgyhogy két sorra megnövekedett a lelátónak a magassága. A Viola utcán az önkormányzat tulajdonban lévő társasháznak a felújítása megtörtént. A felújított önkormányzati bérlakások használóinak felelősséget kell vállalniuk, hogy megőrzik jelen állapotukban az épületeket. Ezt a vagyongazdálkodási osztály munkatársai ellenőrzik is. Ahogy korábbi programokból okultunk már, és a vagyongazdálkodási osztály kidolgozott ilyen rendszert, hogy egyfajta speciális felelősségvállalással kiegészített bérleti szerződés alapján tudnak lakni ott benne a lakók. Természetesen minden egyes beépített anyagért mindenért ők a felelősek, és hogyha a sorozatos ellenőrzések során valami olyasmit tapasztalunk, ami a nem megfelelő lakás használatot vetíti előre, akkor abban a pillanatban fel vagyunk a bérleti szerződést az érintettel. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem magántulajdon ingatlanokat újítottunk fel, hanem az önkormányzatnak a saját tulajdon ingatlanát. Éppen ezért nagyon oda is fogunk figyelni arra, hogy ezek az ingatlanok sokáig ilyen jó állapotban legyenek. A pályázat továbbá felzárkóztató sport és esélyegyenlőség teremtő programelemeket is tartalmaz, melyeket a hátrányos helyzetű lakosság számára szerveznek. Pénzügyi témákról egyeztetek a Sárospataki Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai, mivel évelején az önkormányzati költségvetés meghatározásánál rögzíteni kell a keretszámokat. A város ebben az esztendőben 20 millió forintot tervez segélyezésekre, beleértve a márciustól az önkormányzati hatáskörbe tartozó lakásfenntartási támogatást is. Február 15-ig kell elfogadniuk az önkormányzatoknak éves költségvetésüket. Sárospatakváros Egészségügyi és Szociális Bizottsága is tárgyalta a költségvetés tervezetét, különös hangsúlyt fektetve a szociális ellátásokat érintő pénzügyi tételekre. Olaj József ülésüket követően elmondta, 2015-ben 20 millió forintos keret áll majd rendelkezésre különböző segélyezésekre. Leginkább érintő a lakosságot, az önkormányzati segélyeket néztük át. Lesznek változások, ugye a lakásfenntartási támogatást az állam át fogja adni az önkormányzatok részére. Ezt az összeget már beépítettük az önkormányzati segélyek sorába. 20 millió forintba határozta meg a bizottság, illetve az önkormányzat ezen a soron lévő kiosztható támogatás összegét. Március elejétől tartozik majd a lakhatási támogatás megítélése az önkormányzatok hatáskörébe. Ehhez már most megkezdték az előkészítő munkát, hiszen a szociális rendelet módosítására is szükség lesz. Újra napirenden volt az egészségház tartozás állományának kezelése. Az önkormányzat egyszeri támogatás biztosításával a fennálló tartozás nagy részét kiegyenlíti.
önkormányzati támogatásként 21,5 millió forintot most a költségvetésben odaadunk a rendelő intézetnek a tartozásainak a kiegyenlítésére, és kértük itt az intézmény vezető asszonyt, hogy ne az legyen már a tendencia, mint az előző vezetésnél, hogy nullásra hozza ki a költségvetését, nem lesz tartozása. Igazából egy intézmény nullára nem tudja a költségvetését kihozni OEP vagy bármilyen más finanszírozásból. Keletkeznek ugyanis karbantartási munkálatok, szükséges a pályázatok önerő alapja, de rendkívüli esemény miatt is szüksége lehet az intézménynek plusz forrásokra, mondja Olá József. A bizottság javasolta az intézményvezetőnek évente egyszer 1-2 millió forintos összegben nyújtson be kérelmet önkormányzati támogatásra a felmerülő jövőbeli kiadások fedezetére. A rendelőintézet vezetője beszámolójában azt is elmondta, mintegy 8 millió forintos tartozásuk marad majd az önkormányzati támogatást követően, amely összeget részletekben az idei évben teljesen kifizetnek beszállítóiknak. A Sátora-Jóújhelyi zsidóság építészeti örökségének egy részét a szocializmus ideje alatt elpusztították. A belvárosban még megmaradt zsidó imaház felújítására a közelmúltban nyert pénzt az önkormányzat. A tulajdonos magyar zsidó hitközség hozzájárulásával és támogatásával indult el a megrongálódott tetőszerkezet felújítása, amelyet a napokban fejeztek be. Új tetőt kapott a Sátora-Jóújhelyi zsidó imaház. Az épület az Újhelyben élő zsidó közösség egyik megmaradt építészeti emléke. A tulajdonosa a Magyar Zsidó Hitközség. Az épület 2012 nyarán vált életveszélyessé, amikor a tető szerkezet beomlott. A város és a tulajdonosok között több egyeztetés volt az elmúlt 3 évben, végül 2014-ben a Sátora-Jóújhelyi önkormányzat pályázott és nyert 9 millió forint támogatást az imaház felújítására. Ezt egészíti ki a hitközség további 9 millió forinttal. Hosszú egyeztetések után abban maradtunk, hogy két részletben ők is hozzáteszik a 50%-ot, tavaly éven át is utalták a 4,5 millió forintot, és most pedig a második 4,5 millió forint utalás van soron. Az épszer nyert el a kivitelezést, ez azt jelenti, hogy 18 millió forintból egy szerkezetkész rekonstrukció készül. A korábbi színház melletti épület zsidó iskolaként is működött. Később az innen elvándorolt, de a csodarabbi sírjához látogató zsidó emberek így gyűltek össze imára. Felújítás utáni használatára egyelőre nincsenek tervek. Több lehetőség is szóba került. A berendezése, a belső kialakítás nem történik meg, hogy milyen funkcióval lesz ellátva az épület, hogy egy picike kis kiállítás, egy picike emlékhely, egy picike múzeum, vagy esetleg zsidó egyházi érdekeket is fog szolgálni a funkciója, ez még további egyeztetéseket feltételez, de az azonban jó hír, hogy ez az épület, amely szégyen teljesen állapotban volt a belvárosban, ez megújul a nemrég megújult Kazinczy Múzeum mellett. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a holokauszt áldozatairól. 1945. január 27-én szabadították fel az auschwitzi fogolytábort. A 70 évvel ezelőtti események Sátora-Jóújhely történetét is érintették, hiszen az itt élő zsidóság nagy részét haláltáborba hurcolták. Emléküket az imaház felújításával is igyekszik ápolni a város önkormányzata, tette hozzá a polgármester. Modern oktatási környezet megteremtése a cél a sárospataki Szent Erzsébet katolikus általános iskolában. A kivitelezés novemberben kezdődött el, most pedig fórumot is tartottak a beruházás helyszínén, ahol elhangzott, hogy az 500 millió forintos pályázat megvalósításával felújítják az intézmény tornatermét, tetőszerkezetét, fűtésrendszerét. Az iskola 16 osztályában tanuló 352 diákot a munkálatok idejére a Szent Erzsébet negyedben helyezték el.
Az átalakítás részletes megismertetése érdekében a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. A belvárosi épület modernizálására valamivel több mint 500 millió forintot nyert a fenntartója, amelynek egyik fő eleme, hogy a mindennapos testnevelés infrastruktúrális feltételeinek kialakítása érdekében korszerű tornaterem és öltöző kialakítása, felújítása történik meg. Ezzel együtt új tető építése is a tornaterni szárnyra. Közel 520 millió forintról beszélünk. Itt az elsődleges felújítás az energetikai szempontú felújítás, ami megtörténik az intézményben. Teljesen megújul a fűtési rendszer, új kazánház kerül kivitelezésre. Radiátorok cseréjére kerül sor mind a két épület részben, a tornatermi szárnyban pedig a teljes mértékű felújításra kerül sor, mind kívül, mind belül. A kivitelezést bár nem fenntartója az intézménynek, az önkormányzat is segíti. Ahogy a polgármester fogalmazott, pataki szülők, pataki gyermekek, pataki pedagógusok és város érdek is egyben, hogy megfelelő színvonalú oktatásban részesüljenek a gyermekek. Sárospatak önkormányzata nagy örömmel teljesítette azt a kérdést, hogy próbáljunk meg egy olyan épületet találni, ahol ezt a tanévet, amíg az építkezés folyik, a gyerekek nyugodt körülmények között tudják majd lebonyolítani. Több intézményt is megnéztünk igazgatóasszonnyal, és érthető körülmények között a Szennegyedben található. Volt Karolina óvodának az épülete, volt az, ami megfelelt a céloknak és megfelelt az igényeknek, hiszen ebben az épületben önmagában nem féltek el a gyerekek. A régi óvodán kívül a Szent Erzsébet nővérek és a plébánia épületeiben is tartanak tanórákat. A beruházás az udvart is érinti majd. Sportolásra és szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek kialakítása valósul meg, műfüves pálya épül, parkolókat építenek és nagy gondot fordítanak a parkosításra is. 1000 forint ellenében évi 50 literig továbbra is szabad az otthoni pálinka főzés. Ennek egyetlen feltétele, hogy a lepáló berendezéseket be kell jelenteni a helyi önkormányzatok adóhatóságánál. A bérfőzés adóterhe is magasabb ettől az évtől, egy liter 50%-os alkoholtartalmú pálat adóterhe 1670 forintba kerül. Még évben is savá vagyunk. Vastag talpa. Az elmúlt év őszén vásárolt pálinka üstjét mutatja Gombos László. A sátoraljaújhelyi nyugdíjas saját termését használja fel, és kis mennyiségű alkoholos pálatot állít elő, ezért neki csak 1000 forint adóterhet kell elviselnie. A korábbi évekhez képest változott az otthoni pálinka főzés szabálya. Évi 200 liter helyett csak 50 litert lehet otthoni körülmények között előállítani, és ezt is be kell jelenteni a helyi önkormányzatnál. A Zemplén TV-nek a hírúságából tudtam meg, és nem tudom, jobban kéne ezeket hirdetni is. Mivel megtudtam, letöltöttem a megadott papír, a nyomtatványt, és kiállítást megcsináltam, beadtam az adóhivatalba. Legelőször 2016. januárjában kell majd kifizetni az adót. Azok, akik ebben az évben vásárolnak ilyen lepárló berendezést, 15 napon belül kell jelentkezniük az önkormányzat adóhatóságánál. A korábbi tulajdonosok január közepéig tehették meg ezt. A saját berendezés, hogy honnan ered, hol vásárolta, mennyire, ezt megfelelően igazolni kell. Maga az adó az nem egy magas összeg, hisz évi 1000 forintot jelent. Ezzel legalizálhatja a személy azt, hogy ő olyan pálinka főzést végez, amely gyakorlatilag hatóságilag megengedett. Nagyon fontos tudni, hogy ugye mivel eddig semmilyen bejelentés, tehát nem kellett felénk bejelenteni, most viszont ez már előírás január 1-től, hogy azoknak is meg kell tenniük ezt a bejelentkezést, akik korábban már végeztek pálinka főzést, most a bejelentkezést meg kell tenniük. Természetesen az ő esetükben, ha már évekkel ezelőtt vásárolták a készüléket, ezt már nem tudják produkálni, nem biztos, hogy tudják igazolni, hogy hol és mennyire szerezték be. A bérfőzésben előállított pálinkák is drágulnak az idén. A korábbi adómentesség helyett 1 liter 50%-os alkoholtartalmú párlat adóterhe 1670 forint. Ezért az elmúlt év végén nagy volt a forgalom a bérfőzésben,
főzőknél, aki tudta, még adómentesen főzette ki házi pálinkáját. Molnár Irén festőművész képeiből nyílt kiállítás a Magyar Nyelv Múzeumában a Magyar Kultúra napján. A sárospataki festőművész 30 festményen mutatja meg Patak és Újhely hangulatos utcáit, a Széphalmi Kazinci kertet, de látható kedves verseinek és irodalmi műveinek illusztráció is. A festőművész tanár generációknak tanította, s tanítja az ábrázolás művészetét és örömét. Azt mondja, a tájképei mélységes hazaszeretetből születtek. A Magyar Nyelv Múzeumában a tudomány és a művészet termékeny összhangja valósul meg, ezért is rendeznek kiállításokat az akadémiai teremben. Legutóbb a Magyar Kultúra napján Molnár Irén festőművész képeiből nyílt kiállítás. Nyíri Péter, a múzeum igazgatója azt mondta a megnyitón, hogy régóta szerettek volna egy helyi kötődésű alkotó műveiből rendezett kiállítást. Szerinte ezek a képek nagyon jól illenek a múzeum szellemiségéhez. Bebizonyosodott, hogy valóban ebben a teremben nagyon otthon érzik magukat ezek a festmények. Három témája van ennek a kiállításnak, egyrészt Újhely, és ennek kapcsán Széphalom, és itt már is kiemelem azokat a képeket, amelyek Széphalomról születtek, nem is olyan régen, az elmúlt hónapokban, és egy olyan arcát mutatják a kultuszhelynek, Széphalomnak, amely nagyon friss, és amelyet eddig még nem láttunk. Mi természetesen ezeknek a képeknek örülünk a legjobban, megjelenik ezeken az emlékcsarnok, de megjelenik a sír felé vezető út, és megjelenik például a Széphalomról Újhelybe vezető út is. Molnár Irén sárospatak festője, ahogy ő mondja, patak szerelmese. Gazdag színvilágú, eleven látványból kiinduló képein Újhely, Széphalom és Patak utcarészletei, épületei tűnnek fel, de legkedvesebb verseinek és irodalmi műveinek alakjai is megelevenednek munkáin. Vonzódik az épületekhez, azt mondja azért, mert sorsok vannak a falak mögött. Amit Radnóti mondott, hogy nem akarom hosszan idézni, és magamat feltétlenül mélyebben hiszem, mint Radnóti, de hogy merre mennek, kik mennek az úton, és hogy a komondor hempereg az udon. Nekem olyan érzésem van Patakon is, hogy ugyanilyen képek jelennek meg, és pataki hírességek, munkatársaim, akik vártak a kapuban, Nagy Dezső bácsi például, sokat beszélgettünk, és nekem ezek annyira róluk szólnak azok, amik most egyébként lakatlan épületek, de egy repedés, egy összedőlt ház, az mindig valami élettérnek az össze, az mindig az embertől függ. Kedvenc technikája az akvarell, mert gyorsan lehet vele dolgozni, és vannak a világnak olyan momentumai, amit csak az akvarell lehellett finom technikájával lehet megmutatni. Generációk nőttek fel a keze alatt a pataki tanítóképző főiskolán, közülük sokan végeztek művészeti tanulmányokat. Tanítványai szerint az ő személyiségéből is az a könnyedség és felszabadultság árad, mint a képeiből. Ahogyan a múzeum dolgozói mondják, minden út Kazincihoz vezet. Molnár Irén festőművész örömmel festett a Kazinci kertben, és csodálja Kazinci Ferenc életművét. Azt mondta a megnyitón, hogy meg fogja festeni azt a jelenetet a Széphalmi mester életéből, amikor a börtönben az édesanyja levelét olvassa. A képek tavaszig láthatók a Magyar Nyelv Múzeumában. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Szociális városrehabilitáció. Utak, önkormányzati bérlakások újultak meg egy pályázat segítségével Sátoraljaújhelyen. 20 millió forint segélyezésre. 2015-ben ekkora összeggel tervez Sárospatak. Zsidó imaház. Az utolsó pillanatban mentik meg a belvárosi zsidó épületet. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!